A kiadvány célja, hogy láthatóvá tegye az érdeklődők számára a tatabányai törvényszék és bíróságainak 2015-ös évi működését, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetének alakulását, a tavaly évre kitűzött feladatok teljesítésének eredményeit. A tatabányai törvényszék a 2015-ös évben egészen kiváló évet zárt, különös tekintettel arra, hogy 1300-zal több ügyet fejeztünk be összességében, mint amennyi érkezett. Több mint 400-al több peres ügyet fejeztünk be, mint amennyi érkezett. A hátradék ledolgozásáról is beszélünk. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke szolgáltató bíróságért programot hirdetett, és ebben például a tatabányai törvényszék is vállalta azt, hogy a két éven túl ügyek arányát 20%-kal csökkenti. A mai napon, egy héttel a befejezés előtt ki lehet jelenteni, hogy közel vagyunk a 30%-hoz. Tehát van jelentősen sikerült ezt elérnünk, hogy bőven túl teljesítettük ezt a 20%-ot, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert ez egy megfeszített munkaeredménye, nem csak a bírák, hanem az igazságügyi alkalmazottak részéről is. A 2015-ös első fél évét tekintve az országos rangsorban, a törvényszékek rangsorában a tatabányai törvényszék az időszerűséget illetően a második eredményt ért el. Továbbá azt is el tudom mondani büszkén, hogy azokban a programokban, mint például a nyitott bíróság program, illetőleg az időszerűség javítása érdekében tett kötelező programokban, tanúgondozásban is kimagasló évet zártunk, mint hogy a gazdálkodásunk is nagyon feszes és sikeres volt. Büszkék vagyunk arra is, hogy ebben az évben különösen jelentős beruházásokat tudtunk arra végezni, és pályáztunk eredményesen, hogy a dolgozók munkakörülményei jelentősen javuljanak. A fejlesztéseknek köszönhetően mind tárgyi, mind személyi feltételeket tekintve most optimális körülmények között tudja végezni munkáját a tatabányai törvényszék. Az eredmények alapján pedig az Országos Bírósági Hivatal példaértékűnek tartja működésüket. A tavalyi évben az Országos Bírósági Hivatal elnöke meghirdette a Szolgáltató Bíróságért programot, aminek az a lényege, hogy az ügyfelek az ügyeikben a döntéshez minél előbb időszerűen jussanak, természetesen megfelelő megalapozottságú döntésekről beszélünk, és ennek keretében a törvényszékek és az ítélőtáblák vállalásokat tettek, milyen olyan intézkedéseket terveznek megtenni, ami intézkedések ezt ennek a célnak az elérését elősegítik. Tehát most azt tapasztalható, hogy a program hatására is a bíróságokon többletmunkát fejtenek ki, ez egy plusz erőfeszítés az egyébkénti hétköznapi munka mellett plusz munkát vállalva a régi ügyek feldolgozásában jeleskednek most az országbíróságai. A Szolgáltató Bíróságért elnevezésű program március 31-én zárul. A tapasztalatokból már most látszik, hogy a programelemeknek köszönhetően is sikeres feladatteljesítési rendszert érdemes folytatni.